Tíz lakossági fórumot tartottak az elmúlt időszakban a különböző városrészekben a menetrend kapcsán, de a véleményeket a város honlapján is várták, ahol megtalálhatók a részletes tervek és az interaktív utazás tervező is. Mészáros Attila alpolgármester hétfői tájékoztatóján elmondta, több mint 300 javaslat érkezett elektronikus úton az autóbusz használóktól, illetve körülbelül 2400 felhasználó, mintegy 5000 utazást tervezett meg. Hozzátette, az elmúlt hetekben, hónapokban szinte valamennyi nagy foglalkoztatóval, ipari egészségügyi és egyéb más szolgáltatóval is egyeztettek a végleges menetrendről. Komoly bővítés lesz, hiszen több mint 10%-os kilométer futás bővülés lesz majd a jelenlegi 3,2-ről 3,6 millió kilométerre nő majd az autóbuszok futási mennyisége a városban. Sok járat bár megtartja a számát, de az útvonala módosul, meghosszabbodik, több város a városi szeket összekötő járat lesz, majd így az átszállási kényszer tudjuk majd csökkenteni. Mészáros Attila kiemelte, néhány hónap múlva elindulhat az intermodális csomópont fejlesztése, így alapvetően a 30-as járatokat érinti leginkább a bővítés, emellett kisebb menetrendi, illetve útvonalbővítések is várhatók. Ugyanakkor a januárban bevezetett 280 forintos diákbérlet beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Szinte meg négyszer, a Covid időszakhoz képest a, a diákbérletek száma. Bízunk benne, hogy egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, és használják a fiatalok is a közösségi közlekedést. Nyilván vizsgáljuk, hogy az egyéb béles hogyan tudjuk majd bevezetni. Készen van az anyag, csak nyilván kormányzati döntése és lehetőségre várunk, hogy az elektronikus időalapú jegyeket és béleteket be tudjuk majd vezetni. Bízunk -e abban, hogy erre rövidesen sor kerülhet. Mészáros Attila egy másik fontos változásra is felhívja az utazók figyelmét. Az egyes megállóhelyeken a jövőben a járatok megállóhoz érkezésének időpontját tüntetik majd fel. Az új buszmenetrend bevezetéséről a csütörtöki közgyűlésen döntenek majd, ennek tükrében várhatóan augusztus 1 lép életbe a járatok bővítése. Július közepén pedig megérkezhetnek az első elektromos buszok is.